Na üdv újra, sziasztok! Itt is vagyunk újra Kratosszal és Atreusszal, és most már szabaduljunk ki ebből a sötét pokolból. Nos, most, hogy megvan ez a csili-vili kristály mókaság, megnézzük, hogy hova lehet ezeket betenni. Egyrészt ugye ott van, gondolom ez nyit valami hidat, vagy milyen jó Isten nyilát, illetve, hogyha jól emlékszem, itt visszább még volt valami, egy ilyen hely, ott szembe, egy ilyen, ilyen puzzle-szerű valami, és ezt gyors megcsináljuk, és akkor utána megyünk vissza, vagyis Midgardba, igen, ja. Csak össze meg kell majd megint így mókuskázni a Bifrostot, meg ilyesmit. Nos, és akkor most már elvileg ezeket lehet, gondolom, hogy forgat. Nem lehet. Ja, várj, meg kell összelőni ezt a kristályt, az. Na és akkor látom, az ajtón is megjelentek ezek a rúnák. Hú, de fényes lett így, világít itt az a Bifrost móka a hasunkon. És aha, eddig értem. Nem értem. Gondolom, ki kell itt rakni a betűket. Majd, hogyha eltalálom. Ja, ilyen nincs rajta. R betű nincs rajta. Lehet, hogy könnyebb lenne, hogyha ha egyik megvan. Lol, ezt pedig láttam, hogy eltaláltam. Megvan a második is. Hát ez az ilyen easy. What? Ez időre megy? Jó, rendben, hát akkor itten kettőt kell forgatni, ezért visszafele forgatjuk. Itt is kettőt kell, nem, csak egyet kellett, na, gyere vissza. A harmadikig el sem jutottunk. Jó, és már csak az a fura P betűszerű valami csoda kell. Az, vagy F betű, vagy mi volt az, mert itt tudom én, mindegy, megvan. Egy ládikó, meg egy csomó ilyen izei váza. 6000 éves vázákat csak így szétcsapkodunk, mert miért is ne? Szerintem ez így teljesen rendben van. Wow! Gyakori mellkas páncél. Na, hát jó, akkor ezt fel is vesszük, mert hát ennél még mindig jobb, viszont ugyanúgy kint van a Didi. De gondolom ez való a következő izei ez. Jaj, ez kell. Vagy hogy ez a szetnek a másik része, vagy hogy is mondjam. Olyan furja most, hogy ez a gyerek nem beszél, ugye? Milyen csendben van. Mi baja van? Mindig dumál, hogy mit csináljak. Hogy mi van. Jaj, meséljetek, mi újság van, 600 év, mire ide sprinterünk, mert nem lehet gyorsabban futni. De meg van sértődve, de miért van megsértődve? Á, nem emlékszem, pedig nem régen játszottam. Na mindegy, majd kiderül. Én is ki akarok jutni. Most ezt használni kell? Vagy arra fele kell menni? Nem, megnézzük, mi van arra lent. Sötétség. Jó, hát úgy tűnik, hogy semmi nincs. Nem is baj szerintem. Hogy nem kell még egyszer 66 fele menni. Igen, igen, itt volt az a ládikó, amit már egyszer kinyitottunk. Gondolom, itt kibírtuk volna még egyszer. Tehát neki bírtunk volna még egyszer menni, hogyha előtt nem csináltuk volna meg. Na, jussunk ki innen. Íh, az anyád! Te! Nézz innen! Megjött a majom ember! És boszna számít! Nice! Végre! Csak ez a lokkos dolog, hogy... Hova lett? Baszki! Ja igen, váltottam egy-két skillt. Gondolom nem haragoztok érte.
Aucs. Jó, a sötét van. Na? Itt van valahol. Aha, ez be tud minket így vakítani. Jó. Ott van még mindig. Au. Au, au, au. Baszki. Előbb valahogy bírtam ilyen nagyon gyorsan lőni a fiúval. Ó, az Isten itt már, ez a sötétség, hogy így... Aha, aha. Szerintetek ez megérdemel egy izét? Mondjuk először egy ilyet töltés. Nyilván pont akkor. Dúr, ez az. Hú, láttátok a fiú milyen move-ot nyomott? Ez durva volt. Au, 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 au. Baszki. Nem tudom hol vagy, de... Svajdál fűrt ír. Svartál fúj fúr. Milyennek? Ja, már lehet ölni. Ennek is olyan kivégzése van, mint az ének. A többinek. Egészségedre. Nem tudom, mit mondott, de... Szép nyelven mondta. Még belelőtt egyet a fiú. Az igen. Loot. Róna idézés, a farkas dühe. Szerintem farkas tévéz meg, ami háromszor ráveti magát az ellenségekre. Wow. Wow, ez hogy? Igen. A fiúnak lehet a nyilába betenni. Nagyon jó. Azt, de jól néz ki. Na hát ezt használni is fogjuk, hogy is kell. Tartsd a nyomba X gombot majd, jó. És ez micsoda? Zimmer. That is enough. Milyen kis bunkó az a gyerek most? Do you remember the answer? Yeah, yeah. Mi is történt egyébként az évvel velünk a előző részben, mármint boy, hogy... Read this. Boy, what's that say? Only time you want to talk to me is when you need Do you want to tell me something? I said, the only time you care to talk to me is when you need me to translate for you. If mom was here... If your mother was still alive, we would not be here at all. Mondjuk ez igaz, de azért jó lenne vele megbeszélni a dolgokat, nem? Nagy a zűr kettejük között, így érzem a feszültséget, hogy majd szétcsattan a bimbójuk mindkettőjüknek. Na jó, van, menjünk innen, de legalább a csónakunk megvan. És már emlékszem, hogy nem ott hagytuk, hanem itt szálltunk ki, ugye? Vagyis, hogy a francokat, mi egyszer kiszálltunk ott is. De nem erre kell jönni. Hanem... Ja, teljesen nyíl egyenesen visszafele, ha? Jól van. Ó, most már szép fényes itt minden. Tök jól néz ki. Ja, tudom már mi a baj. Hát az, hogy izé ott hagytuk. Mind your tongue, boy! Until our journey is over, one of us must remain focused. Do not mistake my silence for lack of grief. Mourn how you wish. Leave me to my own. Ah. I'm sorry. Kezdve szállni a kép? I didn't realize. No. Most ki fognak békülni. Gyere mellyemre, kisagyám, apám. Húha. I know it has not been easy. Egyébként ugye a filmek is, meg maguk a játékok is, hogyha így mondani valójuk van, illetve ha van, hát ha más nem fogadni az a játék, tanítást azt fogadni. Egy ilyen, hát ugye ezekről a ezek, nem akarok ilyen túl nyálas dolgokra belefolyni. Hmm.
Szóval igen, igen, tehát hogyha más nem ilyen tanítása ennek a, ennek a játéknak lesz, ugye ilyen apa-fiú kapcsolat. Most össze-vissza megyünk? Vagy nem? Szerintem a végére nagy-nagy komák lesznek, ki fognak békülni, tiszta jók lesznek egymáshoz. Ugye nem csak a fiú tanult tőlünk, hanem mi is úgymond tőle, mert Kratos eléggé ilyen, néha ilyen magának való egy kicsit, hogy nem beszél. Ugye ez a gyászos dolog, ami is itt volt. Na, ássuk. Mi az az Y-szilon? Nem ilyes raktává. Which ones did he go to? What did he collect? Fafnir was a, shall we say, aggressive collector of magical artifacts. The more he acquired, the more he desired. No realm too dangerous, no relic too hazardous. He once ventured deep into Niflheim for a whetstone of all things. Huh, I bet that was quite the whetstone. Does this story have a point? Igen, yes, is akartam kérdezni, mert így olvastam, de hogy ezt miért mondta, ha? Véletlenül. Neat. Thanks, Sindri. You're very welcome. Oh, and if you find that whetstone, well, it sure would be nice of you to bring it to me. Most jöjjek ide-vissza Fafnir raktárával. Akkor ez egy ilyen mellékküldetés lehet? Last I was there, all manner of nastiness had taken up residence. Won't your friend be upset if we steal all the stuff? Jó, nem érdekel, hogy beszélsz. Oh, itt van ez a lád, ez hogy az Isten nyilából lehet kinyitni ezeket? Gondolom vissza kell jönni majd valami különleges ilyen izével. Ezt így nem lehet kinyitni. Vagy de? És én eddig ezt nem vettem észre, mikor jöttünk? Elmentem mellette, vagy mi történt? Muszáj fáj kód darab. Father, I have a confession to make. All those voices in my head. Well, na jó van. This wasn't the first time. Back when we met Brock. Megyünk tovább. Na jó, itt most besprintelünk. Nagyon fura, hogy nincs ellenfél már. Bár végig is megöltük a boss-t. Hopp. Kis money. It happens again. Körülnézünk hát, hogyha majd még egy-két elhagyott ilyen ládikó, vagy valami. Közben olvasom egyébként, hogy miket mond, azért ilyen fura. Próbálok most már úgy csinálni ezeket a részeket, hogy beszélek közben, és hogyha zavar valakit, akkor elnézést. Mert érdekel a történet is, tehát nyilván megnézem, hogy miket beszélnek, és hogyha az ilyen sztori dolgok, vagy hogy mondjam, azokat majd úgy ottan kusba leszek, ígérem. Majd az ilyen fő sztori dolgok. De ez a tesó hova lett? Mert itt van a kovács műhelye, minden itt van a helyén. Még ilyen, ó, arany. Az kell, ad ide. De jó, mindig. Ezek így megvannak, de hát, hogy ő hova lett? Mondom, túl sok erős püste volt. Midgardba megyünk. Egyébként itt nézegettem, még amikor jöttünk így befele, csak akkor elfelejtettem mondani, hogy itten gondolom ezek a kövek jelentik azt, meg ugye mondta is, hogy hány darab van, de itt nagyon sok ilyen kőt láttam összesen, ugye. Ez itt az a Jötunheim, ami le van ugye zárva, azt mondták, de gondolom ez lesz majd valami endgame-szerűség, vagy valami DLC, vagy bármi. Aztán itt volt ugye Alfheim, és akkor van ezzel együtt 2, 3, 4, 5, 6, 7, és a Midgard, ez a rózsaszín, ez volt Midgard. Ugye az egyébként azt hiszem a Midgard a föld, ha jól tudom. Tehát a mi földünk, ahol mi is lakunk, és most én kockolok meg ilyenek. És ha jól tudom, az a föld, bár nem biztos, ebben nem vagyok 100%-osan biztos. Na nézzük a teleport kaput. Aktiválódjunk be. Na, én is bírom így fordítani egyébként. Odin megakadályozta a területet, birodalom lezárva, hiányzik az utazó rúna. Aha, tehát kellene neki a kulcsok, értem. És hol van Midgard? Mert mindegyikhez azt írta, hogy le van zárva.
Jötunheim, ja, itt ki is vannak, Vanaheim, Muspelheim, Niflheim, Asgard, Svartfell, lala. És hol van? Ja, nyomjon meg az Y-t. Ó, oh, bakke! Én mit mert... forgatok össze-vissza. Tehát akkor Midgard közép? Érdekes. Visszateleport, érzem, hogy a sejtjeim már közelednek a főüthöz. Hú, alig volt egy kis átmenet benne. És akkor oda kell mennünk, ugye? Így is van. No. Itt lesz egy ilyen picike kis pauz nekem. Nektek ez nem fog sem eddig se tartani. Nos, hát itt is vagyok, visszatértem. Csak a drága kis feleségem hát rám parancsolt idézőjelben, hogy ideje ebédelni. És hogyha nemet mondtam volna, akkor szerintem borzosabban nézett volna, mint a mi kis Kratosunk egyébként. Na jó, ne, mennyire nem brutális a helyzet. Csak vicceltem. Jaj, megvágtak. Hé, itt van Brock. Did you let that seed sop put hand to your blade? Hmm? You do know he lost his talent, right? Aztán azt honnan tudod? Just up and left him one day. Tried taking me down. Nagyon pengelett a pengénk. Hú, gyerekek, nagyon telettem magam. Túl jó vagyok lakatva, túl jó vagyok tartva. Incsi fincsi, ebéd után. A kávét is ittam. But you know what really counts? Consistency. And I got that coming out of all of my parts. És ennyi év ráütött egyet, és passza lett. It's better. Ezt a csávót nagyon bírom, ezt a Brockot. Majd ahogy beszél. Nem kell, már tesónak csinálok kérést, vagy megnézzük ennek is a mellékküldetését, úgy látom, itt is van egy ilyen. There's this alchemist on Vari, been working out in the Velander mines. Haven't heard from him in maybe, I don't know, 100 winters or so. Akkor jó öreg ez a csávó. Maybe you can find him. He's dwarfing like me. Tifla zöld gyűrűt viselő törpe, itt kell keresnünk. Ez már fix. Oh, I see how it is. Not a something for nothing type, are you? Hát... Fine. If you find Anvari, I'll make him whip you up something special. This entry stone here ought to get you inside those mines. Na hát akkor telé vagyunk ilyen belépőkővel, csak hogy ezeket hol lehet? Völünder bányai. Aha. Mindegy. Na. Jajajajajajaj, ez a sok... Vagy nagyon kevés FPS. Most visszatértünk ide Midgardba. Én... Még nem megyünk oda-vissza, majd tudod a fentre. Hát igen, pont ezt akartam mondani, hogy meg akarom nézni azt a két liftet, vagy micsodát, amit ennek a hídnak a végén van. Most már, hogy így tudjátok, hogy milyen jó dolgom van itthon. Jó, ezek visszajöttek. Recs, recs, recs! Na, egyre jobban kijönnek egyébként a apafiú. Mármint, hogy így normálisan beszélgetnek most már. Jaj, nem ezzel kell védekezni. Nagyon gyors, de nekünk erősebb a barkánk. Igen, pont arra a lény az anyád csinálja. Hú, ennyire gyors. Nagyon jó. Úristen, micsoda szaggatások vannak. Nem baj. Most már szerintetek el tudja olvasni a fiú ezeket a jeleket egyébként. Can't read these either. But they're different from the others. Nem, még mindig nem tudja. Nézzük, melyiket nézzük. Ezt itt jobb oldalt, vagy ezt itt bal oldalt? Ez valami... Itt egy csónak van lent, ha jól látom. Oké.
a másik oldalt, meg egy ilyen puzzle-szerű valamicsoda, vagy legalábbis egy, ott is egy csónak. Na mindegy, megnézzük először ezt a jobb oldalit. Na, oda én nem láttam túl sok mindent. Hú. Várom már egyébként az új végéját, egyébként nagyon. Most még lejjebb is ment, úgymond az ára. Opa. Ugye a izék miatt, hogy jött ez a Ethereum Merge, hogy mi az Isten, Merge. Hogy kell szépen kimondani. Na, lőd le. Ez az. Van még egy bázmány. Na ez mi? Na, vedd már. Ja, hogy a gyerek veszi fel, jó. Ó, itt egy láda, most nézem. Kincses térkép. Harangozni kell. Egy, kettő, három, ott meg a veder, amit láttunk fentről. Amiben... Money! De fel lehet dobni a srácot ide? Nem. De majdnem fejjel lőtt minket, hallod? Ha lenne hajunk, akkor most belibbent volna. Na, viszont... Aha, ez tolja le a tüskéket. Egy, kettő és... Hol volt a harmadik? Ott. Jaj! Jó, éppen megvan. Viszont itt ezt hogy fogom... Ja, várja ezt is, gondolom ezt húzza le, csak visszajött. Ja. Adj ide. Be az any? Hajó ordísz. Na még ilyenünk se volt. Na nézzük, mi van benned. Volt már alma kürt. Még egy a... Még egy alma. Azt hittem lesz valami harmadik is, hogy valami szuper erőt ad. Megnézzük ezt a csónakot. Ebbe be lehet szállni vajon? Be bizony. Kicsit fedezzünk fel. Úristen, de rossz ez a frame. Erre tudunk menni. Ja igen, ugyanide lehet menni. A másik oldalról is. Aha, aha. Csak ott van egy kis kincs. I wish we could have gone on a trip like this with mother. Jó. She could fight, couldn't she? Yes, she fought. Beautifully. Még jó, hogy nem egy Titanic-kal vagyunk, itt elsüllyednénk. Megnézhetnénk ezt a izét, hogy ott mi van. Jaj, hordó! Ja, aha, szóval ez pénzt ad. Megnézzük, hogy ez itt micsoda. Ez a fura betű is. Valamicsoda. Ja, hogy ide kéne forgatni a hídat. Aha, akkor ezt egyelőre hagyjuk. Új csónak kikötőre bukkantunk. Hát fasz, csak gondolom. Ide kéne forgatni a valamit. Ott van egy nagy kapu. Ezt már látom. Itt van egy láda, itt ki lehet valahol kötni akkor, várj, csak itt körülnézzünk egy picit. Aha, szerintem itt. Ó, itt be lehet körülni. Hoppa! Ó, az ilyen teleport kapu, na aktiváljuk be. Vagyis, hogy még nem akarok visszateleportálni. Ibbe Völünder bányáiba. Ja, ez a mellékküldetés. Aha, aha, aha. Kőgátnál vagyunk. Fasza. Hé, 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 most miért rombolódott le? Vagy... aha, ez csak addig, amíg ott vagyunk előtte. Jó van. Na, hát itt körülnézünk gyorsan ezen a kis szigeten, itt mik vannak. Szóval igen, amit egyszer mondtam, csak egyszerűen nem is olyan régen mondtam, de nem fejeztem be, hogy ez az apa-fiú kapcsolatot, hogy itt csiszolgatják, meg ápolgatják, ez úgy... Tehát ilyen tanító jellegű. Na, ez ilyen komolyan.
Hátsó az ezél. Ez meg lecsapódik. A fiú nem akar átmenni? Ott egy híd. Már ezt benézünk ide, hogy mi van itt. Van-e valami érdekes dolog? Íj, az anyám! Hát nyilván egy izé. Jaj, de utálom ezt. Na, véletlenül se jön ki az lépés. Na, gyere ide! Nesze, nesze, nesze! Ezeket ezt a lila aurát, ezt a, ezért csinálja az a fiúnak a nyilai? Ó, oh, ott van egy vakond. Megöljük, csak... Meghalt? Meghalt, jó. Ilyen múlt a muzikális. Na, viszont itt most már folyamatosan van zene egyébként. Ahogy így hallom. Világkígyó pikkely. Hú. Hajóordísz. Aha, akkor ezeket itt lehet gyűjtögetni itt Midgardban. De azt még mindig nem lehet kinyitni. Vagy azt kéne ottan ledobni? Hát, mégsem. És hogyha te nyilazod meg, akkor mi történik? Semmi. Na már, itten körülnéztünk, de egyenlőre csak ellenfelet láttunk, itt is van egy kapu. Ami nem nyílik ki. Ott a hidacska. Elnézést ezeket kérem, ezért rettenetesen rossz FPS-ér, itt majd alkalmazni fogom megint azt a dolgot, amitől vibrálni fog egy kicsit a kép, viszont amit a jobb feliratok. Hú, ez itt mi? Illetve, hogy ki? Hello? Your challenges mean nothing to the god spirit. They do not listen. My pursuit of vengeance. My family devoted their lives to worshiping Thor. I've devoted mine to his downfall. And I will start with that statue hanging over my father's grave. Most ez is egy menekültetés. Unlikely. You are dead. Is there something we can do? For a reward, of course. If you bring down the statue, you have my blessing to loot my father's grave. He rests on an island to the east. Keletre nevű szigeten feszik. Ah, akkor ez is egy melléküldi. Akkor, fú, te jó Isten, itt rengeteg faj zé van. Itt mi ez? Közelebb sős, hatásos. Nem tudom. Ez ugyanúgy nem jó semmire. Itt van egy pottyantós vejce. Aha, már itt kinyitottuk, innen ki lehet nyitni az ajtót. És ez úgy is marad? Vagy bezáródik? Nem, ez úgy marad. Na. Hát ezt a szobrot később fogjuk, most már ezt a helyet fogjuk itt felfedezni. Ugyanis, hogyha ezt itt lerakjuk. Na, engede. Akkor egy körbe menvein. De kiátszottam ezeit. Nézzük először ezt a szuperládát, vagy a kicsit, először kicsit nézzük meg, hogy mit rejt. Pénzt. Ki gondolta volna? Viszont ebben valami nagyon értékes lesz, én már érzem. Narancszacsi. Ritka talizmán. Jó, hát ezt majd később megnézzük. Ja igen, van egy ilyen talizmánok, hogyha így shieldelek, és megnyomom a B-t, akkor így felbírom, tehát így tudok tölteni életet gyakorlatilag. És most CD-re vertem, de nem baj. Viszont akkor itt ez ennyi, de majd később esetleg visszanézünk, hogy eszünkbe jut, hogy ezt a, majd ezt a kristályt, hogy kell itten legyapni. Itt még van egy tekerő, ez megnézem, mit csinál. De gondoltam, hogy ezt a nagy kaput. Okos, ugye? Gondolom ez is időre megy, szóval gyorsabb tutajhoz megyünk. Ó, igen, azt!
Nem tudom, most bemenjünk oda, vagy menjünk akkor a torszoborra. Ott volt egy torszobor ott. Megyünk erre. Yes. Good. Wait, Hurgard. So what story were you going to tell? There was one that concerned a hare and a tortoise. Like the witch's house? Unlikely. Jó, hát ez csak ilyen filler szöveg. So what happened? Aha, itt ki is lehet szállni. Ó, ott van egy ilyen olvasós tábla. Töri lecke. Ugye nem várja, ez nem a töri lecke. Okay. Na, körmöld le, kisfiú. Hát te már megint itt vagy? Te mit keresel itt ilyen gyorsan? Jó, nem izélek vele, vacakolok. De nem gondolkozok rajta. Milyen dzsungeles hely, te jó Isten. De hát tudja, hogy valami oroszlán vár minket. Vagy valami ilyen veszélyes veszedelem. Hol is vagyunk? Ha csak mi nem fedeztük fel. Ja, ide kell jönni a... Pusztítsuk el torszobrát. Igen, akkor jó helyre jöttünk. Ugyanis kelet fele jövünk, oké? Okay. Hát akkor csak azt csináljuk ennek az elveszett léleknek a küldetését. Na jó, majd meglátjuk, hogy erre van-e a másik is. Vagy csak a torszobor. Tudtam. Tényleg még a farkasokat nem használtuk. Most nézem, ott egy farkas. Sprinti, sprinti, brum, brum, brum. Hogy is kellett? Sokáig kell nyomni. A farkasok ellen farkas nagyszerű. Áó. Behind you, jó. Olyan lassan üt egyébként néha, figyeljétek, ilyenkor gyorsan üt. És amikor néha ott vannak körülöttünk az izék, akkor viszont ilyen lassan. Ó, ládikó. Ja, kígyó, pikke egy darab. Itt is egy láda. Nem rejtitek el előlem. Nagyon jó. Nagyon jó, ez gondolom, ezek a crafting alapanyagok, amit a törpéknél lehet használni. Ja, itt kell, aha. What happened to these people? Follow the clues. Meghaltak. Okay. Well, scorch marks. They're all grouped together. So maybe they were hiding from some kind of fire breather. But they died anyways. Hát így is meghaltak. Jaj. Aha. Na ezt nektek. Kész, ennyi volt. Parkasok. Szegény, ottan ez nem régi hulla. Erre itt láttam egy olyat, igen. Vannak itt ám izék. Jó, van. Írd le azt, adjad az XP-t. Azt a sok XP-t, 26, te. I'm just curious. Curiosity is dangerous, boy. Stay focused. Na? Ezt a fát kivágom, akkor az eldől? Nem. Hát nem tudom, hogy ezeket megírja egyébként, ilyen 26 XP-kért. Gondolom, hogy ha az összeset kigyűjtöm, akkor kapok valami nagyon sokat, de ez így egyenőre édes kevés. Tekintve, hogy 2-3 ezer bekerülnek a skillek. Ez lazán halad, mint a csikket úgy dobta el azt a nagy követ. Ó, te jó Isten. Ó, csónak. Itt bizony átúszva, ennyi volt. Na várj. Aha. Itt tovább kell menni, és akkor itten balra. Dwarves are resourceful creatures. Annoying, but resourceful. És akkor erre. Aha, ott a torszobor, jó. Ez lesz, azt gondolom legalábbis. Igen, tudom.
Well, here it is. It's gotta have a weak point. Somewhere. Ó, mi a fáz? Húha! Ennek van ám élete. Ufra flup! Recs! Merre van még valaki? Mert a farkas még ugrálgatott. Igen, van. Jaj. Rossz gombot nyomtam. Jaj, te! What? Nem figyeltem az életem, ennyire kevés volt. Ugorj már fel. Aha, ez egy nagyon sebez dolog. Hol az élettöltő? Hát nincs más. Ledobáljuk. Igen, igen, itt vagyok mögötted. Ennek már volt ámsebzése. Ezt nem tudom előtte miért nem jutottam ki. Azt hittem, hogy ez az apa, annak a szellemnek, az apjának a sírja. Remélem jól mondtam. Remélem érthető volt, amit mondtam. És körbefutottunk? Hello, Thor. Na, gondolom, hogy töködnél, te is érzékeny vagy. Vagy a lábát lőttük ki előbb? Az oké, okay, eddig. Aha, ott ahol a láncok voltak, ott kellett dobálni, most már látom. Először tényleg azt hittem, hogy a tökét találtuk el, azt az fájt neki annyira. Ó, várj, itt valamit írt. Lerombolunk mindent. Hú, az valami elásott, izé. Aha, no, ez mi? Legendás fejszem markolatban, bármi sikeres fejszetet a kisesélye villámrobbanás idézhetsz elő, mely rám is okozott közeli jelenségeknek, lol. Wow. Igaz, hogy ez kettes szintű, de plusz két erőt ad, viszont lejjebb megy a szintünk, ami nem tudom miért jó, de most jó lesz ez. Ez egy epikus cucc, nice. Visszamegyünk oda a szobor mögé, ott is biztos még ott a köpenye is tart valamit. Vagy itt a bokája. Nem, ott a köpenyére. Aha. Na, mindet kell még eltalálni? Hát ez egy key of... Kifúl, na. Mi a picsa van itt? Erre már nem tudunk menni tovább. Esünk csak rá még egy pillantás szembe. Jaj. Bocsánat, belerúgtam a asztalkába. És szemből. Hát nem látok többet rajta. De még nem dőlt. Aha, a kezecskéje ott van felül. Hoppa. Majdnem. Hops, már megkarcolta. Akkor csak egy kicsit feljebb kell. De baszki. Ez az. Hű, de borul a szobor. Gods do not fall this easily, boy. I know. I was just joking.
nor are they a joking matter. Na, hát akkor vissza kell menni a csókához. Aztán töltünk egy kis életet. Egyébként láttam egy Odin madarat is. Aki arra fog repülni, és elődobjuk itt. Majdnem. Táj, már lejjebb, hogy csinálj valamit, hülye madár. Hát ez lehetetlen. Ez az. 106 tapasztalati pont. Hát ez remek. Na ez megvan. És akkor itten, hogyha erre eljövünk, vagy itt ezt a jeges részen keresztül kell eljönni? Ha. Vagy esetleg itt. Ott vannak még ilyen épületek. Az ott egy... Az ott mi az ott fent? Az egy sárkány. Te jó Isten. Igen, az egy sárkány, szerintem ott fent. Jajjajjaj. Tedd el a baltát. Azoknak pofonok kellenek, mert máshol nem találnak. Bedobjuk őt a vízbe. Vagy nem. Szóval a vízbe. Húsz egyet. Hú, vagytok még. Wow. Milyen kombót nyomtam te? Fúú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 
Te is szeretsz úszni, úgy hallottam, ami ára van. Na így is jó. Ilyen szépen belegurult. Na, dicsérő szavak, minden. Hú, az ott egy sárkány. Még jó, hogy nem vette észre minket. Jaj, tényleg. Igen, pont ezt a skillt akartam mondani, hogy van egy ilyen is, hogyha ilyen távolságú lövést kivédünk pont időben, akkor, ugye ezt kitanultuk még az előző résznek a végén, akkor így vissza tudja lőni. És ki akartam próbálni, még jó, hogy pont, de pont összejött. Eszembe is jutott meg, pont csináltam. Erre mi van? Aha. Hát, majd egy lánc lesz. Csak ő, a fiú nem bír még felmenni. Viszont ez a sárkány ott az engem baszta a fülem, hogy ott akkor most arra nem bírunk menni? Jól látom, hogy varázslattal ki van láncolva. Ha, mindegy, ezt a ládát még felszedjük innét. Itt megijedtem! Aj, de jó, hogy eltűnt. Recs. Kiszedtük neki a gigáját. A jó életbe. Igen, itt valószínűleg erre nem nagyon lehet menni. Ó-ho-ho. Akkor ezzel amit lehet csinálni itt fel? Lehet, ha ott van valami rejtett út, hogy valami izé. Boy, over here. Yes, sir. Mindjárt megtaláljuk itt a feljárót. Takaros. Itt van egy kapu. Amit gondolom valahogy ki kell nyitni, de úgy látom, az csak belülről lehet, ott van rajta az a fogó, a foggantyú. Hűha. Várjál csak. Ó,
De jó, okos vagy Kratos, kiment ide a közepére. Hát ez mekkora mák volt, hogy éppen elbírtam gurulni. De még villámlik is. Nem csak, hogy tűz. Ja, hogy a hamis sebezút utána. Húha. De nagyon cuki ez a sari. Azt a jogát. Így befutunk alá. Ajaj, lehet ez rossz ötlet volt. This dragon is dangerous. Valamit lövöldöz. Ja nem, a másik lövöldöz, ez meg itt a... Aja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 j
Hú, te jó Isten! Töltsünk csak életet gyorsan! Úristen! Hova jöttünk mi, srácok? Azt a kurva! Hú, te jó Isten! Hát nem ezt terveztem, de így is jó. Élet kéne, basszus! Na, ez pénz. Itt nem csap a villám? Vagy nem basztott minket a sárkány? Nesze! Hú, csak felmérgeltük, hogy adottuk neki a baltát. Hú. Most már az ott fent mérgel engem. Fussunk el innen a picsába. Élet. Ezekért jövök vissza csak. Hát ez nem HP. Nem is lehet felszedni. Már látom, ott van egy majom fent még. Viszont ez a sari, ez... Ha levágnánk a nyakáról azt a láncot, akkor nem menne... Nem menne el innen. Hopsz, egy kokit kapott. Élet, ez az... Ezt is igazatítjétek, csak nektek hoztam. Ó, oh, pont bele. Ez egyébként villám, ez a... Igen, ez villám. Aha, ez valamire jó lett. Milyen mesét három látszóvel sárkányt Midgardban. És aha, ki kell szabadítani? Várja, közelebbről meg kell nézni. Tehát itt tök jó, hogy van zene. Aha, aha, itt az egyik rúna már hiányzik, az előbb széttörtük azt a követ. Szia! De aranyos vagy. Még nem bánt minket. Valahogy ott alatta vagyunk. Körülnézünk, ott van még egy szobor. Csak ez nem olyan, mint az állás másik, csak hasonlít, viszont... Aha, ez lesz ez pedig. Jaj. Aha, ez el is intézte az egyik ilyen oltárt. Jó van, nem, mindjárt kiszabadítlak, jó? Hú, milyen epik lenne, hogyha ezen kéne lovagolni. Igen, ha kettő, és akkor van még egy valahon. Itt erre nem voltunk, de erre voltunk fent, akkor a másik oldal itt erre lesz fent, gondolom én.
Vagy nem? Nem bírunk átjutni. Itt voltunk. Ott is van. Három pecsvéből megsemmisült. De ez nem az! Ez nem az! Basszus kölöcs! Akkor erre. Se. Ott lent? Ott még nem voltunk. Ott van egy imádkozó majom. Lehet ott lesz lent. Nagyon jó, itt van egy ilyen ládikó is. Nem elég három rúnát, meg talán hatot is kell. Közben nézelődünk, hát ha itt van. De jé, csak ott felül. De... Na, lőjé. Lőj, 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 vissza akarom dobni. Ezt kap ki. Jaj. De meg ezt. Na, szóval tette fel. Lol. Jó van. Na, ez lesz az a lánc, amit néztünk, de itt ugye ugyanúgy nem akarunk visszamenni, ezért keressük a ezeit. Tegény sárkányt, hogy ki lehessen szabadítani. És nem itt lesz bent. Júj! Az a hely egyébként tetszik. Ilyen szép zöld, meg ilyen mit tudom én milyen. Így összességében jól néz ki. Új nagy élettöltő. De hol lehet a harmadik ilyen rúna? Mert az egyik az... Na igen, esetleg erre nem voltunk. De itt volt az, amit elsőnek megtaláltunk. Baszki. Jó. Még láttam egy útvonalat. Lehet, hogy oda kell menni, oda átra. Ezzel a ládában, hogy később foglalkozunk majd, hogyha elleresztettük a sarit, jó? Aha, még itt láttam egy ilyen útvonalat, igen. Aha, nézd, csak ott egy izé. Majdnem. Baszki. Ja, itt fel át lehet ugrani. Vagy nem? De. Igen, itt most már át lehet jönni a hídon. Pont átugrottuk az izét. Jó van már. Akkor ezt nokkoljuk ki, a másikat nem sikerül. Gyerünk. Ho! Hogy magyaron fogta te! Ezt töltött az életét? Folyással, Riószal, nem tudom, mennyi. A haját töltik az életüket. Keep cop. Jól van. Ajtó. Ott a szobor, ott a szobor. De ezt az ajtót hogy nyitjuk ki? Hát gondolom ez a puzzle-lel. Nyilván. Felveszünk mindent, mit látunk. Atreus, follow me. Meló madárka.
Ja, eddig tudom csinálni puzzle-t, amíg ezt olvasgatja. Azt mondja, kell egy nyíl. Nem kell egy nyíl. De bakker. Nyíl megvan. Egy röbetű is megvan. Igen. Aha, fele. És a másik kettő micsoda? Tiki-taki-zak, vagy mi van? Hát figyelj, akkor... Ahogy majd kijön. Hogy ezt beállítjuk U betűre. De várjál, már most nézem, itt ki van törve a darabba. Ki van esve, meg ki van törve, akkor ott a földön kell keresni ilyen izéket. Hopsz! Ez lenne? Aha, egy N betű, ez jelzik szerintem az alsóból. Nem, a felsőből, mert ez ilyen mohás, és csak egy ilyen kődarab hiányzik belőle, igen. Aj. Oh, ez volt az. A másiknak is itt kell valahol legyen. Ha csak nem azzal... Nagyon az előző is ilyen izé mögött volt. Láttam valami csillogást, de ez nem az. Vagy az lesz? Nem az. Ez valami szuperkő. Neptír 5 vezet. Egy kis pecsét. Aha, fasza. 6000 pénz? Jesus. Aha, ott van mögötte, most már látom. Az F betű. Az az alsó, mert ebből olyan nagyobb darab ki van törve. Fasza. Ez az, ez az. Pedig ennek kéne legyen, nem? Várjál! Az fordítva a lássuk. Aha. What do they say, boy? Így is van. It means to believe, or to have faith in. So they still have faith in their king? Even after he got so many of them killed? De bejutottunk. It is a command to have faith despite his failures. Oh, hello! Hát úgy néztik, egy picikét hosszabb lesz ez a rész, legalábbis nem sok van már a egy óraszánkból, viszont azt a sárkányom ki akarom szabadítani. Jó, tanuljál fiú, engem most nem érdekel. Addig én... Pedig nem bír lőni a fiú. Azt hittem, hogy még marad élete. Szóval majd utólag elolvasom. Egy csomót úgy csináltam egyébként, hogy amikor feltöltöttem már a videót, akkor így vissza-vissza nézegettem, hogy mennyire lett szar a minőség, meg minden. És akkor olvastam el úgymond a történetet én is. Így játék közben nem azt mondom, hogy nem lehet, viszont hát kombatban nehéz arra koncentrálni. Hogy miket is beszélnek. De váááááá! Én ezt fel akarom szedni, ezt a ládikót. Ezt tökig ki kell húzni. Ja. Ott beakad. Van neki valamije. Remek. Menjünk gyors, hogy hagytunk-e itt valamit. De nagy, szép nagy körbe jöttem. De nincs semmi itt hagyva. Akkor már csak ide lefele kell jönni. Hello? Hopp, nem. Azt... Dök! Na. Aha. És így jutottunk el idáig. Király. Hé!
beszéltek már meg, hogy ilyen sok életük van. Az kár volt ennyi, volt 2 milliméter élete. Nem baj. Szabó a recs. Láttátok most milyen gyorsan ütött? Ezt miért nem tudja mindig így? Tér vissza a horgonyhoz. Ja, hogy akkor ezzel még vissza kell menni oda. Most tüsszent egyet. Wow. Most nézem, hogy az alám tolta a villámot. Baszki! Belém csak a villám. Viszont ott volt még egy ilyen hely, amit beszéltek, hogy valami sírkamra vagy micsoda. Ha meg ezt itt nézem, hogy ez mi. Hú, lemegy a víz. Amíg oda bekukkantunk, aztán kimegyünk innét. Mondjuk ez lehet, hogy csak valami alternatív ki... kijárat. Érdekes hely. Tülkök. Ó, van itt még ilyen, és még jó, hogy visszajöttünk ide. Ó, kezüket csókolom. Hello. Jöttem fel egy lábda. Hát lejöttünk egy kis extra a tudcért. Ajajajajajaj, ez valami arénának tűnik. Kiszabadítani? A fene se akarja kiszabadítani. Ja, hogy kiszabadítjuk a ham, muszáj kiszabadítani. No, fiam, man. Még egy bossi-moszi. Milyen maszkja van? Na, tudjátok, mint ez egy gyűrűke. Mondjuk remélem nem rontottam el. Na mi van, miért nem bír lőni a fiú? Az már ilyet is tud. Én ezt a másik is tudott, mert ez ugyanolyan tüzesnek néz ki. Hova lett a fiú? Na végre bír lőni, valamilyen nem bírt. Hoppá. Az a baj, nagyon fogy az életünk. Lol. Milyen szépen valasított a pont. Na ezt akartam, hogy végre ezt nyomja. Hát ez a fiúnak kell előni, mert nekünk nagyon-nagyon kevés az életünk. Főleg, hogyha ebbe a tűzbe belállunk, ugye? Ne, érezd fel, érezd, nyomom az X-et, de most, az anyád picsája. Jaj. Na. Jó, most ezt az életet tolta oldalt megtartjuk. Daudi, hamar. Gyere, hamar. Na, hogyha ezeket az oszlopokat... Ja, gyere visszabáltak. Ezeket kidöltenünk. Amit amíg itt vannak. Mert most néztem, hogy az előbb az ki. Már csak fején ilyen piros színű volt.
ez nehéz eltalálni. Pont a fejét. Na, oszlopod, dörcs ki. Hát, ha jól valamire. Nem tudom, csak próbálkozom. Aztán talán elnyújjuk a rage-et. Valami több fogy az élete nagyon. Azt nem tudom, hogy ettől a dobálásoktól, hogy pont a fejét találom el. Oh. Jó, mindegy. Beadjunk akkor itt anyait. Menjünk el a férjét. Ez az. Na. Ja, ez egy ugyanolyan izé. Kikaptuk a fikát az orrából. Ez volt az utolsó, hát nagyon remélem, hogy ez volt az utolsó. Na, Heimdall kürtje. Na jó, ezeket majd megnézem, hogy mit adnak, hogy mik voltak ezek. Megdicsérte a fiút. Történelmi pillanathoz értünk a játékban. Olyan, ez az, mi az? Ez mi volt? Ez volt az egyik... Nem, nem ez volt, az itt erre van. Ó, micsoda ládikó van itt. Semmi baj. Ezt már megnézzük, mit csinál. Jó, víz. Remek. Na jól van. Úgy hallom, a sárkányhoz jutottunk ki valahol, legalábbis itt van mellette, gondolom. Ó, pontosan. Szia. Jó, hát akkor erre is vissza lehet jönni. Zsír, zsír, zsír. Na nézzük meg, hogy mi történik, ha kiszabadítjuk, és akkor utána, hogyha ez megvolt, remélem ezzel nem kell harcolni. Ha kell harcolni, akkor még itt leszek egy darabig. Na, döfjöd a neki keményen. Most, ez az. Húha. Elmegy, jó van, elmegy. Már kezdtem parázni egy kicsit, hogy izé. Kiszabadítottunk egyet, ez a szívesen nem tudom kinek mondta, hogy itt a népnek. De majd biztos örülnek egyébként, hogy így... Wow! Ez de epik volt, hogy így visszaszállt. Hova lett? A francba eltűnt. Na jó van. Ez a hely egyébként nekem nagyon tetszett. Ilyen kicsike kis hely volt itt, ez a Weidhurgard, vagy mi az istennyira, viszont ez így össze volt téve szerintem. Na, itt még vannak ellenfelek, oda lesz. Na jó van. Viszont még mielőtt én ezt befejezném. Na, elkapnád. Köszönöm. Odön szeme, aha. Voltak itt ilyen meglepetések, majd most már körülbelül majd itt nézni itt a szigeten, hogy mi is volt. Bár gyakorlatilag körbe mentünk, illetve van még itt egy ládikónk, ami itten valahol fent el van hagyva, igen, az arra lesz fent, viszont én azt felvételen kívül fogom felnyitni. Ugyanis már kicsit túlszaladtunk az időn. Én köszönöm szépen nektek a figyelmet, és ezután a remek hely után majd folytatjuk ugye a legközelebbi alkalommal. Köszönöm szépen a figyelmet még egyszer, nem tudom miért mondom el ennyiszer. A lényeg, hogy a következő részben jövök vissza. Akkor olyan elfelejtettem beszélni. Na jó van, legyetek jók, és majd találkozunk. Sziasztok!